Sziasztok, kedves barátaim! Ma nagyon különleges ünnep van. Az Úr Ramacsandrának a megjelenési napja, legfelsőbb úrnak, istenség legfelsőbb személyiségének, Sri Bhagavannak, Krisnának van több inkarnációja. Van fő 10 inkarnáció, és Ramacsandra, az Úr Ráma, ő egyik a 10 között. Pár szót röviden szeretnék összefoglalni, aki végig fog tartani, akkor egy kis történetet is meg tud hallgatni. Először szeretnék elmondani, hogy Krisna ez az Istennek az teljes aspektusa. Szóval most nem megyünk nagyon bele, de Istennek van több aspektusa, többféleképpen lehet őt megismerni. Krisna ez az Istennek a maga teljes aspektusa, ahol legközvetlen kapcsolatot lehet vele teremteni. És úgy hívják ezt a kapcsolatot, hogy Madhurya. Akkor van Vishnu, amit sokan hallottátok a Vishnuról, vagy Narayanról, ugye van ez a Om Namo Narayanaya, van ilyen mantra. Ez a Krisnának egyik kiterjedése, az Úr Vishnu vagy Narayana, aki fenntartja ezt a világot, és az ő kapcsolat vele, ez a szolga, Dasya Rasa. Vele csak áhított szolgálatban lehet lenni, mint egy szolga. Az Úr Ramacsandra, ő pedig Maryada. Ott már több, mint csak egy szolga. Szóval ez is tökéletesség, hogy mi lelkek vagyunk, és a mi kapcsolatunk Istennel lehet különböző. Valaki tud lenni csak egy szolga, valaki tud lenni egy barát, valaki tud lenni mint egy szülő vele kapcsolatban, akkor Isten lesz, mint egy gyereket. Valaki tud lenni, mint szerető, ez is lehet. És a Ramacsandra, ő Maryada. Maryada ez azt jelenti, hogy rend. Az ő hangulata beszél tökéletes királyról, mert ő királyként jelent meg, férként jelent meg, mint egy tökéletes fér, tökéletes király. Ugye mielőtt király lett, azelőtt volt neki egy apja, Dasarath Maharaj, és ő egy tökéletes fia volt. Szóval ő mindenbe tökéletes példát mutatta. Ebben a hangulatban már nem csak szolga lehet vele kapcsolatban lenni, mint a Vishnuval csak szolga, vagy Narayannal csak szolga. Az Úr Ramacsandraval már lehet barát is lenni. Neki voltak már barátai, és vannak testvérei. De ugyanakkor az a baráti kapcsolat, az még mindig egy ilyen szolga hangulattal van keverődve jobban. Krisnánál például ott már nem, ott már a barát azt gondolja, hogy én vagyok ügyesebb, mint az én barátom Krisna. Persze, ez csak azoknak a személyeknek így működik a kapcsolat, akiknek a szeretet teljesen tiszta, mentesek minden karmától, és az ők boldogsága az a Isten boldogsága. És Isten néha boldog, amikor látja, hogy az ő szolgája, aki baráti kapcsolatban van vele, ügyesebb nála, és ez egy boldogságot okoz Krisnának. Ahhoz, hogy valaki elérjen ezt a kapcsolatot Krisnával, először kell gyakorolni a szolga hangulatot, az Úr Vishnuval kapcsolatosan, ugye Dasya Rasát, aztán lehet próbálni gyakorolni az Úr Ramacsandrának a hangulatot, tökéletes lenni mindenben, lenni úriember. Hogyha valaki férj, akkor kell gyakorolni egy nemes tulajdonsággal rendelkező férj, hogyha valaki feleség, az legyen tökéletes feleség, amikor nekem vannak barátaim, akkor tökéletes kapcsolatban leszek a barátokkal, amikor szüleivel vagyok, akkor próbálok egy tökéletes gyerek lenni, és amikor apja vagy anya kapcsolatban vagyok valakivel, akkor törekszek erre a tökéletességre, hogy tökéletes apja és anya lehessek. Ez a hangulat, amit hozta az Úr Ramacsandra, és ő mindig saját példával tanított. Ami még érdekes, hogy a boldogság nem mindig abból áll, hogy az történik, amit én akarok, amit én szeretnék. Mi azt gondoljunk, akkor leszek boldog, amikor úgy fog történni, ahogy én gondolom. De az Úr Ramacsandra mutatta, nem, a boldogság akkor tapasztalható, amikor én követem az elveimet, függetlenül mi történik körülöttem. És ő saját életével nagyon csodálatos példát mutatta be,
Például az apja, miután Ramachandra született, apja arra vágyott, Dasarath Maharaj, hogy Ramachandra átveszi tőle a királyságot, és ő lesz legtökéletesebb király, és minden polgár a királyságába arra vágyott, hogy na, akkor holnaptól lesz koronálás, és Ramat lesz a király, és mindenki nagyon boldog volt, milyen tökéletes lesz, hogy ennél jobb király nem lehet. De előző nap az történt, hogy neki el kellett menni erdőbe 12 évre, és ott kellett hagyni az egész királyságot, és a terv, ami holnaptól lesz a király, az fel kellett adnia. És ő bemutatta itt pont azt, hogy nem az fog történni, hogy mit én akarok, pedig ő Isten, hanem mivel nekem van egy apjám, én tökéletes fia vagyok, és a fiának kötelessége követni apjának utasítását, akkor ő azonnal feladta minden tervet, és elment. És ugyanakkor persze mindig nagyon boldog volt. Ez egy olyan mély tanítás, ami mutatja ahhoz, hogy megtisztuljon a tudatunk, és felébredjen egy igazi szeretet a szívünkbe, ehhez képessé kell válni. Az Úr Ramachandrának a tulajdonságai, a cselekvései adnak nekünk egy példát, hogy mit jelent képesített lenni a szeretetre. És ezt nagyon jól tanulni, például a mai nap nagyon kedvező erre hallani Úr Ramachandráról, beszélni Úr Ramachandráról. Én csak azért mesélek ma az Úr Ramachandra dicsőségéről, mert én is szeretnék megtisztulni, nincs más a szándékom és a vágyam, mert aki beszél, vagy aki hallja az Úr Ramachandráról, az ő tulajdonságairól, kefteléséről, az tisztul. Természetesen bőt is van mai napon, este 7-ig, de gondolom, ti nem tudtátok, akkor azért ettétek. Nem probléma, hogyha valaki nem tudod, de próbál valahogy hallani, vagy dicsőteni az Úr Ramachandrát, nagyon sokat tisztul, sok karmától. És ma a templomban, Krishna völgyben is volt egy jó kis ünnepség, nagyon szép volt, volt ugye egy hatalmas nagy kirtán, amikor mindenki énekel és táncolt Hare Krishna mantrát, úgyhogy dicsőtették az Úr Ramachandrát, utána volt egy lecke, és ami nagyon különleges volt, amit látjátok a képernyőtöket, volt úgynevezett Puspa Abhishek, Úr Ramachandra és a társai, amíg látjátok a kis oltáron, voltak fürdetve virágokkal, virágszirmokkal, ez nagyon szép kis ceremónia volt, utána amikor ennek ceremóniának vége volt, mindenki extázisba esett, boldogság hatás alatt volt, és zenélés kíséretébe mindenki gyerekekkel kezdve elkezdték ezeket a szirmokat, ami érintették az Úr Rámának a testét, ami már maga a Mahaprasadam lelki, dobáltak egymásra, és nagyon szép hangulat volt, nagyon csodálatos volt, amit látjátok itt most a felvételeken. Lesz még egy kis éneklés, lesz még egy rajzfilmvetítés is, és de ugye mivel nem tudok nektek rajzfilmet vetíteni, elmesélek röviden egy szép történetet. Az Úr Ramachandra királysága alatt egy nagyon jó király uralkodott, Sakunta király, aki a Kásiba uralkodott, és ő természetesen az Úr Ramachandranak a baktája volt. Egyik alkalommal ő rendezte egy nagyon szép áldozatot, és meghívta a különleges vendégeket. Ott volt a Vasishta Muni. A Vasishta Muni, ő volt a guru, és ő végezte a ceremóniát, a maga az áldozatot. Ott volt Vishvamitra Muni. A Vishvamitra, ő az Úr Ramachandrának a gurúja. Ott volt a Narada Muni, a nagy bölcs, és más bolygókról és vendégek részt vették ezen a ceremónián. Az áldozat végén a Sakunta király ajánlotta a hódolatot először a saját gurujának, Vasishtának, utána ajánlotta a hódolatot Vishvamitrának, és utána a többi vendégnek, és ezt észrevette Narada Muni. Utána volt nagyon szép lakoma, és akkor vége lett a fesztiválnak, és Narada Muni, mikor otthon volt, gondolkodott, hogy lehet, hogy csinálok jó kis intrigát, ugye Narada Muni mindig szereti valamilyen intrigát összerakni, ahol történetből majd látszódjon az Úrnak a dicsősége és az Úr baktájának a dicsősége, és akkor kitalálta egy jó kis tervet. És körülbelül 2 hét múlva elment
Visvámitránhoz. Visvámitrán nagy örömmel üdvözölte Narada Munit, és mondta, ó, kedves Narada Muni, miben tudok neked segíteni, és milyen hírekkel tudsz engem ellátni, viszont te utazol a világ szertén, és mindig tudsz mindent, kérlek, mondd meg, mik a hírek. És Narada Muni mondta, kedves Visvámitrán, azt vettem észre, hogy a világ szertén a te dicsőséged egyre jobban csökken. A te rétinged, kevesebb lájkolnak téged, és a réteged egyre lejjebb és lejjebb megy. Viszont a vasszistának a dicsősége egyre magasabb és magasabb, egyre több ember beszél róla, hogy ó, vasszista, olyan dicsőséges, olyan nagy szent, és a Visvámitra, Visvámitra. Megijedt Visvámitra Muni, habár ő Úr Ramacsandrának volt a gurúja, de mivel ő eredetileg egy harcos király volt, ksatria, nem egy brámana, ezért volt egy kis büszkesége, és mondta, hogy az én dicsőségem csökken, mi történt, mit tehetek, lehet, hogy újra valamilyen vezekléseket kell végrehajtanom, vagy áldozatokat, újra növekedjen az én dicsőségem. Narada Muni mondta, nem, erre nincs szükség. Emlékszel arra az áldozatra, ami 2 hét ezelőtt volt, amelyiket Sakunta király végrehajtotta? Igen, emlékszem, válaszolta Visvámitra. És emlékszel, amikor vége volt az áldozatnak, elsősorban kinek ajánlotta a hódolatot a Sakunta király? Vasszistának, természetesen. Látod? Vasszistának elsőként ajánlotta a hódolatot, nem neked? Tényleg, gondolta Visvámitra. Hát ez milyen gyalázat engem így megalázni. Igen, mindenki előtt, mivel ott mindenki volt, rengeteg nagy személyiség és sok vendég volt, és mindenki előtt ő nem neked, hanem Vasszistának először ajánlott a hódolatot, ezóta napról napra csökken a dicsőséget. Nagyon mérges lett Visvámitra, és mondta, mit csináljak? Megöljem a Sakuntát? Mondd meg, és elmegyek, és azonnal megölöm őt. Azt mondta, ne öld meg, mert minek te ennyit vezekeltél, és misztikus képességeket összegyűjtöttél, és most arra, hogy megöljél őt, csak el fogsz pocsékolni a misztikus energiádat. Neked van egy tanítványod? A tanítványa kötelessége szolgálni a gúruját, daksint hozni, adományozni, vagy szolgálni, és őt kérd meg, ő jön meg a Sakunta királyt. Rendben. És akkor elment Úr Ramacsandrához, és akkor mondta, kedves tanítványom, képzeld el, a te gurudot megsértették, megbántották, és megalázták. Ramacsandra mondta, ki az én lelki tanítómesteremet megalázta, mondd meg, és mit tegyek vele? Visvámitra mondta, öld meg, kérlek. Megígérem neked, kedves lelki tanítómesterem, hogy még a mai nap nyugta előtt megölöm. Ezt megfigyelte a Narada Muni, mert ő is ott volt, és elbújt. Utána gyorsan elment a Sakunta királyhoz, és mondta, kedves Sakunta királyom. Sakunta király meglátta Narada Munit. Ó, Narada Muni, de örülök, hogy jössz, milyen nagy megtisztelés, hogy meglátogatsz az én királyságomat, mibe szolgálhatok. És akkor Narada Muni mondta, hallottad, kedves királyom, hogy Úr Ramacsandra készült téged megölni. Úr Ramacsandra akar engem megölni? Ez az élet tökéletessége, az én kedves, szeretett uram kezeitől meghalok. Ugye ő egy nagy szolga volt, nagy bakta volt Úr Ramacsandranak. De Narada Muni erre válaszolt. Igen, de nem úgy szeretne megölni téged, mint a saját szolgáját, hanem mint egy ellenséget. Ó, szomorú lett rögtön a Sakunta király, mert ő készen van meghalni az uráma kezétől, mint egy szolga, de nem mint egy ellensége. Kérdezte a következőt. Kedves Narada, tudnál adni egy tanácsot, hogy hogyan tudjak megmenekülni ettől, hogy uráma Csándra megöljön engem, mint egy ellenséget? És Narada Muni mondta, persze, tudom. El kell menned ahhoz a barlanghoz, ott lesz a Hanumánnak az anyukája, Anjani Devi, próbáljál hangosan sírni és könyörögni, hogy adjon neked menedéket, hogy ígérjen meg, hogy meg fog téged menteni. De semmiképp nem meséld el, kitől kell megmenteni téged,
addig, ameddig nem fog beleegyezni. Megérkezett oda a barlanghoz, megtalálta Anjani Devit, aki a Hanumánnak a anyukája. A Hanumánról fontos tudni, hogy ő az Uraman Csándarnak egy nagyon közeli szolgája és a barátja is volt, de ő nem egy emberi testben volt, hanem őt úgy hívják, hogy Vánara. Ez egy ilyen faj, ami félig ember, félig majom, de attól, hogy majom testben volt, ő rendkívül intelligens, és rendkívüli nagy szeretettel rendelkezett az Úr Ráma iránt. Anjani Devi az ő anyukája volt, és kérte menedéket és védelmét Sakunta király. Jaj, problémám van, kérlek, ments meg engem, védd meg engem. És Anjani Devi mondta, de hát jó, én megvédenék téged, de mondd meg, hogy kitől, mi történt? Nem tudok most mondani, kérlek, csak ígérd meg, hogy megvédesz. És annyira sírt, és annyira könyörgött, hogy már Anjani Devi nem tudta mit csinálni, mondta, rendben, megígérlek, senki nem fog téged ártani, egy hajszál nem fog leesni a fejedről, megígérem. De akkor most mondd el, kitől kell megvédeni. És akkor Sakunta király mondta, hát Úrámától kell nekem megvédeni. Ajjaj, gondolta Anjani Devi. Miért? Mert Úrámán megígérte, mielőtt lenyugszik a nap, az Úrámán megöli engem. Hát miért nem mondtál egyből, akkor én megöltem volna téged, nekem Úrámán Csándornak ebbe fáradnia. De most mivel megígérte, most már be kell tartsak a szavamat. És elmentek Hanumánhoz. Hanumán ült egy kis sziklán, és énekelte Jai Ram, teljes meditációba elmerült Úrama Csandra lotusz arcávra meditálva a szent név keresztül. Anjani Devi mondta, kedves fiam, kérlek bocsáss meg engem, mert én egy szentimentális nő vagyok, fogtam és megígértem, hogy az Úrámától meg fogok védeni a Sakunta királyt, és mivel én ezt megígértem, ezért szeretnék, hogy az én szavam legyen betartva, kérlek, védd meg őt. A Hanumán mondta, természetesen, semmi gond, hogyha te anyukám megígértél, akkor senki nem tud neki ártani, és össze így tekerte a farkát gyűrűkbe, és mondta, ott mögöttem bujjásak mondta. És akkor elbújt. Úrám a Csándra, megjött az idő, és gondolta, jó, akkor meg kell ölni, akkor gondolt, hát én nem megyek, elküldöm a testvéremet, és elküldte a Satrugnát. Satrugnát, kérlek, menj, és hozd el ide, hogy én megöljem a Sakuntát. Satrugna elment, megtalálta a Hanumánt, és mondta neki, kedves Hanumán, kérlek, mondd el, nem találkoztál-e Sakuntával, őt keresem. Urama Csandra megígérte, hogy a nap nyugta előtt meg megöli őt. Hanumán mondta, ó, kedves Satrugna, persze, itt van nálam, a farkámba elbújt Sakunta, én megígértem, hogy meg fogok őt védeni, és ezért nyugodtan öld meg engem először, utána vidd el őt, és utána akadálymentesen Úrámán meg tud ölni őt. Satrugna mondta, hát Hanumán nem, én ismerem téged, te az Úrnak a legkedvesebb baktája vagy, ezért nem tudok ezt veled megtenni. És ráadásul sokszor engem megmentettél, én nagyon hálás vagyok neked, ezért én megyek haza. Visszatért Úrama Csandrahoz, és elmesélt, hogy én nem tudok mit tenni. Utána Bharatát küldte, a másik testvérét, az Úrama Csandra, utána Lakshmant küldte, de senki nem tudta hozni Sakuntát, mindenki üres kézzel visszatért erre, már késő délután volt, és nem sokára a nyapnukta keletkezett volna, ezért Rama Csandra nagyon gyorsan elment oda, és találkozott Hanumánnal, és mondta, én Hanumán? A Hanumán, mikor meglátta a kedves urát, akkor hódolatot ajánlotta neki, és mondta, kedves uram, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy láthassak újra téged. A Rama Csandra mondta, rendben, akkor most én szeretnék, hogy engedd ki ott az a gonosz ember, aki az én lelki tanító mestermet megsértette, Sakunta, engedd ki, hogy öljek meg. És Hanumán mondta, ó, kedves drága uram, semmi akadály. Természetesen te vagy az Istenség legfelsőbb személyisége, és amikor te mondasz, az így is lesz, és senki nem tud neked megakadályozni, ezért természetesen te még ma napnyugta előtt meg fogsz ölni Sakuntát, mivel te megígértél, de mivel én megígértem, hogy meg fogok őt védeni,
ezért előbb meg kell ölnöd engem. Természetesen én nem fogok veled harcolni, én még ellenkezni se fogok, ezért csak nyugodtan elsőként öld meg engem, és majd utána ott lesz a Sakunta, és bet fogsz tartani az ígéretét. Ramachandra dühös lett, persze transzcendentális a dühös lett, és mondta, jó, akkor te nem hódolsz meg előttem, nem követed az én utasításaimat, és akkor fogta a nyilvesszőt, berakta a íjba, megfeszítette, és kiengedte a nyilat. És a nyilvessző teljes, egyenesen bele ment a Hanuman testébe. A Hanuman, ő nem is érezte, ő csak énekelt, csukott szemével énekelt, Jai Ram, Jai Ram, Jai, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai, Jai Ram. És amikor a testét érintette a nyilvesszőt, akkor egy virágfűzőre változott. És Hanuman megszagolta, milyen csodálatos illatok vannak. Akkor Ramachandra kilőtte többféle fegyvert, Hanumannak semmi nem ártat. Utána Ramachandra előidézte a leghatalmasabb fegyvert, ami világban létezik, Narayana Astrat, és kilőtte legyőzhetetlen fegyverét, a Narayana Astrat. Az se hatott a Hanumanra, viszont az egész univerzumba felment a hőmérséklete. Erre a nagy változásokra, ami történt az univerzumban, mindenki azt hitte, hogy világ vége keletkezik. Az Uramachandrahoz oda repült összes félisten, Vasista, Visvamitra megnézni, mi történik, mindjárt világ vége lesz, mi történik, mit teszi az Uramachandra. És mikor ott volt mindenki, akkor Sakunta kiugrott a Hanuman farkából, és Visvamitrának azon ajánlott a hódolatot, utána a Vasistának. Ebbe a pillanatban Visvamitra mondta, kedves tanítványom, Ramachandra, kérlek, leveszem rólad azt a elkülözetettséget, amit megígértél, hogy megöljél a Sakuntát, mert ő most nekem elsőnként ajánlott a hódolatot, ezért most már nem vagy elkötelezve az én utasításaimnak eleget tenni, hogy megölni, mert ha most megölsz, akkor ez bűn lesz. És akkor Ramachandra mondta, rendben, utána jött hozzá mindenki kérni bocsánatot az Urámához, elment. Először odajött hozzá Anjani Devi, ó kedves uram, kérlek bocsáss meg, hogy én ilyen szentimentális nő vagyok, hogy mertem a te akarata ellen cselekedni, megvédeni, megígértem, hogy megvédem a Sakuntát. Az Ramachandra válaszolt, kedves Anjani, ti egy csodálatos baktán vagy, ezért nincsen semmi hiba, amit teszel, az én baktáim, mikor cselekednek, az tökéletes. Utána jött Hanuman is kérte bocsánatot, hogy kedves uram, kérlek, bocsáss meg, hogy szembeálltam a te utasításoddal. Nem, Hanuman, mondta az Uráma, te bebizonyítottál, hogy az én szent nevem hatalmasabb, meg az én bármelyik fegyveremnél, mert hogyha most nem tettél ezt, akkor az emberiség nem tudta volna, hogy a mantra az én neveim leghatalmasabb védelmet tud nyújtani bárkinek. Utána Sakunta is kérte bocsánatot, hogy én milyen király vagyok, hogy próbáltam menekülni te akarat alul, és Ramachandra mondta, nem kedves, Sakunta, te egy igazi baktán vagy, ezért nagyon elégedett vagyok veled. Utána hozzájött Narada Muni is, mondta, kedves uram, én találtam ki az egészet, itt senki se hibás, Sakunta nem volt hibás, se senki, hanem én kitaláltam ezt a sztorit, és bocsáss meg engem, hogy ilyen intrigákat kitalálom mindig. Ó, Narada Muni, nélküled nagyon unalmas lenne az élet. Ezért, mikor te kitalálsz ilyen intrigákat, akkor az emberek meglátják, milyen dicsőségesek a bakták, hogyha megígérnek valakinek, hogy megvédenek, akkor ők még tőlem is meg tudnak védeni. Köszönöm szépen neked. Ilyen volt a történet, köszönöm nektek, hogy meghallgattatok. Légy szíves, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót a YouTube-on, nagyon fontos, és hogyha tetszett a történet, akkor pláne lájkoljatok. Hare Krishna!